Sziasztok, Zozóka vagyok. Ez egy nagyon érdekes videó lesz, mégpedig azért, mert ebéd után vagyok. Hát nekem ilyenkor van az, hogy ez a tisztább nap. Az nem elmondom, hogy melyik, majd kiderítitek. És megírtam ebéd előtt 2,5 deci murcit, meg ebéd után is 2,5 deci murcit. És aki kideríti, hogy mi ez a murci, az nagyon ügyes lesz. És itt mondok még egy segítséget. Na, gyerünk. Mindjárt, pillanat. Van egy olyan elnevezése még, hogy burzsák. Burzsák, vagy burzsák, nem tudom pontosan. És aki ezt kideríti, az nagyon okos lesz. Jaj, itt hagytuk abba. Most viszont azt nem tudom, hogyha beszélek ezzel a Vernon Roach-sal, hopp, ezt vegyük föl, akkor mi történik? Átmegyek ide is, de itt, ha minden igaz, fölvettem az összes dolgot, illetve azért volt itt valami. Ja, csak szerintem a leugrás. Itt hagytuk abba, ugye, itt a tünderomoknál és itt ez a fürdőnél. Amit szerintem egy oltári szép hely. De egy kis oázis a föld alatt. Tehát... nem tudom, hogy mennyire fontos most itt beszélni Vernon Roach-sal. Ugye, mert most... még a Zoltánnal kellene beszélnünk, és úgy megyünk majd a Skoyatelhez. És mentek most egyelőre. Mentés. Mert már sokat pofáztam is nagyon jókat. Legalábbis én úgy gondolom. És hát ha fölkerül a netre, akkor igazából semmi benne befolyásolja az, hogy most beszélek Vernon Roach-sal. És én úgy emlékszem, hogy ez igazából semmennyire. Tehát beszélünk akkor Vernon Roach-sal. A Triss az még itt van amúgy? Nem, ő már el... húzta a csíkot valamilyen úton, módon. Biztos már megint valahogy azt a varázskaput használta. Amitől egyszer rákot fog kapni, csak mondom neki. Na, tehát beszéljünk Vernon Roach-sal. Flotsam, flotsam a vadonban. Ezt megkérdeztük tőle. Aztán van egy feljegyzésem valakitől, aki azt állítja, hogy elrabolták a vadak. Ez érdekes lesz, mert akkor lehet, hogy tud valamit róla erről Vernon Roach? Kérdezzük csak meg. I found a patient's chart in the ruins of the hospital. You mean the burned down insane asylum? Igen. They committed him to the asylum because he'd insisted he'd been a prisoner of the Wild Hunt. He claimed he'd been in a world without humans, where he'd seen herds of unicorns. He managed to return to our world after a year, only to find his children had died of old age. Following this, Vernon, it means he'd been to a world where time flows a lot slower. Jó, hát itt tulajdonképpen akkor semmit nem mondtunk, inkább mi mondtunk valamit Vernon Roach-nak. Loredo valami nagyra készül, ezt áruljuk el. Loredo wants the Skoyatel gone for good. He didn't say anything specific, but in his mind's eye, he saw them on the prison barge already. Jóvert's outsmarted bigger fish than the commandant. Loredo's got something going with Sheila, so I'd take him seriously if I were you. You never know. Maybe the sorceress hunts more than monsters. Aj, ezt nem tudom, hogy említettem-e valamelyik videóban, de ezzel a Sheila-vel beszélnünk kéne, csak ne felejtsem el. Mert olyan csapongó vagyok, hogy hihetetlen. Amúgy nem, tehát a életben, mint egy katonatiszt. Rend, fegyelem, pedantéria. Na jó, csak viccelek. Jó, akkor kérdezzük ezt is. You'll get a chance to show your mettle. If we're to capture Foltest's murderer, we'll have to clash with the Skoyatel. I sent the boys out into the woods. Tough going, too dense. My scouts got ambushed and barely escaped. It's no picnic hunting elves in the forest. Tell me something I don't know. My people saw the Kingslayer again. He knows we're here, but he's not even trying to escape. Seems he's waiting for something. I think it's our move. Okay, akkor ennyi. So long, Roach. Akkor sokat nem lendített elő az ügyünkön, és
Mászás. Tökvirág. A tökvirágot szeretjük, mert tökfejre emlékeztet minket. És még annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy például ha egyedül jövünk föl, akkor igaz, hogy megtaláljuk ezt az ösvényt lefele, ösvényt, és be is tudjuk omlasztani a falat, de viszont nem fogunk tudni leugrani. Most le tudunk ugrani. Amint látjátok, és bemutattam nagyon jó gyakorlati példát. De viszont, ha egyedül jövünk föl, akkor nem. És ez ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos. Meg még azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy napló, és Melitele szívének nekiállunk. Csak az a baj, az a nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogy éjszaka nem fogom megtalálni Cedricet, és ehhez a Melitele szívéhez, ajaj, jó, azt hittem, hogy lefagyott, de nem. Ehhez a Melitele szívéhez, küldetéshez, ugye az tartozik, hogy még meg kell, hogy szerezzük, és ezt szerintem beszéltem erről, meg kell, hogy szerezzük az Arrakász szemét, és egy troll nyelvet. És ez nem is nehéz, ha nem akarunk érte fizetni, akkor a troll nyelvet, azt nagyon jól tudjátok, hogy hol tudunk megszerezni. Tehát vagy megöljük a trollt, vagy gondolom, hogy kockázunk a cserzővel, bőrcserzővel, és akkor elnyerjük tőle a troll nejének a fejét. És gondolom abba akkor tartozik egy nyelv is. Tehát ez a két megoldás van. Vagy elmegyünk Cedrichez, és megveszük tőle a troll nyelvét. Illetve még az Arrakász szeme, az szintén majd a játék későbbi részében lesz esélyünk vele találkozni, vagy szerencsénk, az mondjuk a szerencsénk az ugye idézőjel, vagy pedig meg tudjuk venni a Cedrictől szintén. Hát ez, aki akarja, így csinálja, aki akarja, úgy csinálja. A lényeg, hogy hogyha a Cedricnél veszük őket, akkor az nem kevés pénzbe kerül. Ha pedig ugye, most nem tudom merre megyek. Bocs, de ez a Mufirc, ja nem is ezt akartam, igen. Igen. Ez a Mufirc egy kicsit úgy fejbe vágott. Köszi. Megtaláltam a erdő utolsó csapdáját. Biztos vagyok. És valamerre errefele kell mennem. Nézzétek csak. Ez itt micsodi? Ez itt valami szoborka. Ez itt valami nagyon ronda szoborka. Lehet, hogy itt van a közelben az a Veopátis szobra? Nem tudom. No mindegy. Hol is tartottam? Cedricnél tartottam. Tehát, hogyha nála megveszük ezeket a kiegészítőket, vagy összetevőket, akkor az nála pénzbe kerül. Most már nem állunk meg semmiért, mert esik az eső. De az a legegyszerűbb szerintem, mert így legalább nagyon hamar a végére járunk ennek a küldetésnek. És most már jó lenne kitalálni Cedrichez. Aj, van itt valami szörny, hallom a zenén. Illetve azon, hogy nem tudtam fölvenni a bombát. Endriág. Hát azt hamar legyőzzük. Épp akartam mondani, hogy milyen kemény lett Geralt. Ott van egy másik. Nézzétek meg, szinte két csapás egy ilyen Endriág. Na, szedjük föl. Aj, még van valahol? Nem, pedig akkor szedjük már föl. De itt van. Ezt nem tudom, hogy miért itt csinálták meg a játék készítői. Tehát ez egy kicsit zavaró, ugye, hogy...
hogy amikor harci módba váltunk, túl vagy terhelve, ó Istenem, akkor nem tudjuk felszedni a összetevőket, vagy bármi mást. Felszerelés. Nézzük meg súly alapján. És akkor vasércből ledobtam. Ja nem, a fából dobtam le múltkor. Akkor a bőrből. A felét. Az 6. Ne a francokat 8. Júj, ez a mufirt, ez nagyon mufirt. Oké. És már egy kicsit jobban állunk. Mi ez a piros? Piros. Jó. Valahogy ki kéne vergődnöm ebből az erdőből, de nem fog sikerülni, már látom. Jaj, mert ez a mufirt, ez nagyon mufirt. Észak felé kell mennem. Aha, most már látom ott a fényeket. Ez egy ilyen rész lesz. Hoppá, ők kicsodák? Ők kicsodák? Miért álltam? I told you we'd meet again, white-haired one. Grab him! Ó! Jaj, de jó! Melyik kard van nálam? Tudjátok ki? Ja, az a kereskedő, aki megbízott minket a receptnek a előkerítésével. Jó, sokan vannak. Tudja, hogy ő lesz az. Nagyon jó, nagyon jó. Árgyel van nálunk. Hát úgy érzem, hogy most már Geralt elég elős ahhoz, hogy itt... Ne jelentsen problémát itt a banditáknak a lemészárlása. Na, gyerünk. Ez az. Látjátok, füstölök illata. Nagyon jó, nagyon jó. Persze... És küldetés végrehajtva. Persze... Én nem ilyenre emlékszem, ugye a... Vasér, drótkötél, zsineg... Jó, ezeket fölvehetjük. Kérünk egy... Hopp. Nem. Ne. Aj, már nem. De igen. Hol vagyunk? Azt hiszem itt töltem meg még egy párat. Jó lenne megtalálni a főnöknek a testét. Az is csapda lesz? Aj, jó, ez az utolsó előtti csapda volt, amit megtaláltam. Mert hát, ha lesz valami iromány, farönk, zsineg, azok nem kellenek. Jó van, menjünk tovább. Illetve, bocsánat, akkor gyorsan benézek a naplóba. És a... És a... Hol lesz? A füstülők illata. Lesz-e bármi frissülés? Aha, itt van. Utolsó bekezdés. És így is lett. Találkoztak. A tudós a hagyományos kutatási módszertantól merőben eltérő módon próbálta megszerezni a receptet. A Witcher kénytelen volt önvédelemből végezni vele. Hamar felmerült a kérdés, hogy valójában ki is lehetett az ellenfele. De és ezt miért nem tudom kideríteni? Ezért mondtam, hogy de jó lenne, hogyha valami naplót, tehát hogy megtalálnám most a testét, és valami napló lenne nála. És akkor kiderülne, hogy mi is ennek a történetnek a története. Jó, ezt jól megmondtam. Na, mindegy, menjünk tovább. Ugyanis Cedrickkel akarnék beszélni. Talán lehet, hogy pont ott lesz fönt? Aha. Elég érdekes munkaköre van ennek a Cedricknek, mert néha fönt van, néha nincs fönt. És miért is keresem Cedricet? Segítsetek már, léci. Miért keresem Cedricet? Ja, tudom már, jó.
Ez a mufirca, vagy ez a vizi, ez a mufirca, ez durva. Nem? De, vele kéne beszélnünk, gyere csak. Üzleteljünk, címszó alatt. És nézzétek csak, itt van. Ne. Rozsdás kiegyensúlyozott tör nem kell. Mékas bomba, azt viszont szeretnék venni tőle 4-et. És itt vannak. Trollnyelv, egy elég. És arakás szem, szintén egy elég, de arra nem lesz elég pénzünk. És valamit el kell adnunk, bocsánat. Például megnézzük, hogy melyik kardot tudjuk eladni. Sebzés 16-22, 14-21. Akkor ezt. Illetve, akkor az marad. Nem. Ezt is nyugodtan eladhatjuk. Ez már 412 órán. Ezeket szintén eladhatjuk. Ezt is. Az már 419. Ilyen kevés? Na mindegy. Bocsánat. Oppá, ezeket mind eladhatjuk. Mennyi? 434. Mennyi az arra kászem? Még egy kicsi kell. Ha, itt van, gyenge, az nem kell. Oké, már meg is tudjuk venni az arakás szemet is. Valami nem stimmel. Lehet, hogy a troll nyelvet nem vettük meg tőle, létezik? Üzleteljünk. Nem. Itt lesz valahol pedig. Akkor nem, mindegy. Jaj. Trollnyelv, ott van. És van két. De akkor valami nem stimmel. Hát én úgy emlékeztem, hogy megvettem tőle. Aztán lehet, hogy nem. Na várjatok csak. Lehet, hogy olyat csinálni, hogy pénz szerint csoportosítsa. És akkor itt kell még eladni. Nem, annyit nem fogok eladni, de 5-öt biztos. Mennyi van? 257. Necker fog, az szintén nagyon sokat ér, és nagyon sok van belőle. Nem fog annyi kelleni, az ég adta egy világom. Így. És ha minden igaz, akkor már a troll nyelvet meg tudom menni. Nem, még nem. Ó, basszus. Kéren szövet. Necker fog. Akkor mindig a Necker fogból eladunk egy párat. Mondjuk ennyit. Jó, szuper. És akkor troll nyelvet is megvesszük. És itt is van. Látjátok? De mint mondtam, hogy ezt, ha nem akartok pénzt erre költeni, akkor meg lehet szerezni ugye más módszerekkel is. És akkor most Aneskát megkeressük. Az a baj, hogy megint le fogunk csúszni az időről. Mert hogyha lehet annyit elárulni nektek, akkor ezzel az lesz a probléma, hogy beszélünk Aneskával. És éjfél, vagyis hát éjjel kell hozzá majd elmennünk, hogy végre tudja hajtani a rituálét, ami mondjuk egy kicsit gyanús lesz. Tehát én előtte biztos, hogy fogok menteni, mert nem bízok én benne 100%-ig. Szedjük föl a növényeket. Ugyanis most olyan hajnali 5 fele járhat az idő. Jó helyen járunk? Jó helyen járunk. Let's talk about the talisman. You wish to sell it? Ezt sajnos végig kell játszani. I get the feeling you know a lot more about this trinket than you're letting on. Maybe I do, maybe I don't. If I say only so much, I must have my reasons. Kis hamis. És itt a felsőt nyugodtan választhatjuk. I'm a witcher. You don't want to lose a customer like me. Huh. I suppose you've convinced me. Meggyőzés. Let's get down to it then. This isn't any old talisman.
I'm almost certain it's Melitele's heart. It's a very powerful artifact. At least, it used to be. It isn't anymore? It was cursed, and the spell distorted its effect. It once protected those who wore it. Now it brings misery upon them. Why do you want to buy it from me, then? I know a ritual that can restore its original power. Unfortunately, the necessary ingredients are extremely rare. What do you need? Essence of death, a troll's tongue, the eyes of an Arrakis, and an Endriga's fetus. I might be able to get you those. Itt van, és akkor ezt kell választani. I want to know everything there is to know about this ritual. Ask away. A fölsőt tudjuk. Erre kérdezzünk rá. Tell me more about Melitele's. Pontosítsunk. They say the talisman was made at the time of the conjunction of spheres. It gave those who wore it supernatural powers. Some didn't like that. The talisman was cursed by a dark force and lost its former power. Okay. Can you conduct the ritual? I see you have all the ingredients. If you make up your mind, come to the statue of Veokotis at midnight. Ez buktuk. Eldöntöttem. All right, I'll be there. Oké. Tehát ennyi volt a dolgunk csak. És tudjátok, mit gondolok, hogy... Nézzük meg csak ezt a naplót. És a glossáriumot. És Veopatis. Olvassam el csak ezt még egyszer. Jó, nem az, amire én gondoltam. Ugyanis arra gondoltam, hogy ugye emlékeztek arra, hogy a leégett... Jaj, most mit csináltam? Take care. See you. Ki akartam menni az ajtón. Hogy a leégett ispotánynál, hogy kerestek egy lányt, aki ugye elvitt a térképet és meg is szökött, mert megöltött az őrparancsokot, vagy valami ilyesmi. És nem. Bocsánat, csak közben máshol is jár az agyam. Például ennél? Igen. Ezt szeretném most akkor megcsinálni, ugyanis ezt is már kipuhatoltam. Hogyha Zoltánnal beszélünk és végigcsináljuk azt a mechanikát, ami nála majd elkezdődik, akkor szintén még lesz időnk a játékban, hogy végrehajtsuk az ilyen elvarratlan szálakat, mint például ez a Melitele szíve is. Most merre is megyünk? Jó. Hol is tartottam? Nem tudom, hol tartottam, mindegy. Valamit akartam mondani pedig. Mindegy. Ami eszembe jutott az az, hogy az első végigjátszásnál ott ezt a Melitele szívét, ezt én nem csináltam meg. És ezért szeretném most mindenféleképpen ezt megcsinálni. Azt már ne kérdezzétek, hogy miért nem csináltam meg. Szerintem az, hogy eljutottam addig a pontig, ahol már majd innen se lehet végigmenni, visszamenni, és akkor már nem volt alkalmam. Valami ilyesmire emlékszem. De most az a lényeg, hogy elkezdjük, hihetetlen, hogy kényeztetlek benneteket, elkezdjük ezt a zoltános küldetést, tehát beszélünk Zoltánnal a fogadóban, és elkezdjük ezt a vele kapcsolatos küldetést is, amit majd meglátjátok, hogy mi lesz. Itt van Zoltán, éppen iszik, mert nagyon-nagyon szomjas. Remélem nem mufircot ivott. Jól van, tehát... Volt valami érdekes most? Jaj, nem, bár ezt mondjuk el neki, jó? I spoke to the commandant. The future hardly looks bright for the non-humans in Flotsam. That fucker's only waiting for an excuse. One small provocation by Yorveth and he'll attack us. How do you know? Heard it by chance. Saw him walking through the port one night, talking to himself, that batty bastard. He mentioned a new order and a world for humans only. He laughed and shouted curses at the prison barge. The scum is up to something. Yorveth must sense it.
is doing everything not to provoke Lerido, but his Scoia'tael might have a different opinion and less restraint. Hú, így most ez a Mufirc után a legkomolyabb gondom az, hogy egy Walking Dead-es részt is le kéne ma játszanom. Aj, na majd este. Oké, okay, ezt akkor elmondtuk, ezt kérdezzünk rá? Lehet, hogy ezt már kérdeztem, de nem emlékszem rá. Any news? Triss has sniffed something out. Aha. Apparently there are prisoners on the barge in the port. Ezt már megbeszéltük. Squirrels, no less. Oké. Okay. És el ne felejtsem, hogy azzal a varázslónővel beszélni kell, az a akárkivel. Oké. Okay. Na ez lesz az érdekes. Shoot. I heard you know the local Scoia'tael. You heard? Meaning some goat's arse and a helmet hollered it out in the market square. I need some way to get to this Yorveth. You know, I don't want you thinking I'm all chummy with the Scoia'tael. And Yorveth detests me. Why would you want to see him anyway? He knows where the Kingslayer is. Yorveth? And here I always thought I'm a common thug. All right. No reason to sit on our arses. Come on. You can tell me everything on the way. Okay, Zsoké. Ennyi a lényege az egésznek. Tell me, who said I have contacts with the Scoia'tael? Lerido. What a trick. That's why he wanted to hang you? For making deals with the squirrels? What? I met a few, yes, but made no fucking deals. What about their leader? They say Yorveth's mad, but the Scoia'tael are at his beck and call. Sod knows what he wants. Bocsánat, nem látta a kocsámat? Raktam be, ugye, mert hirtelen eszembe jutott, hogy raktam be mindent, de ezt a bombát, ezt még nem raktam be a zsebbe. És harc közben ugye csak azt lehet használni. Because he almost hanged you? Because he stirs up the locals against non-humans. And there's word he's colluding with Kedwin. What's his angle? Greed! King Hensel would gladly annex more land and grant Lerido privileges. Come on, we've got a long way to go. Hát igen, azt tudjuk, hogy Lerido az egy megbízhatatlan kis patkány. És ugye megint az van, hogy a kisebb rossz mellé állunk. Mert ugye Yorveth se valami lovag. Oh, köszi. Jó, rá csukta az órunkra. Szerintem Geralt mehet a plasztikai sebészetre. Erdő Flotsam mellett. We need to go deeper into the forest. I hope they didn't change the password. You know their password? What are you playing at, Zoltan? All right. The Scoia'tael asked me to command a unit. No wonder Lerido wanted you hanged. They may have asked. This is it. I was due to meet them here. No. I know. They're aiming arrows at us. What? Geralt, I know full well you're always vigilant, but quit poking fun at me. Give them the password. What them? Hurry up, they're edgy. Kierkegaard! Jó jelszó. Stop bawling. What do you want? Countersign. Heidegger. I asked you a question. Take us to Yorveth. Why? If we wanted to speak with you, we wouldn't ask for your leader. Yorveth won't talk with you. You don't know that. Leave while you're still able. The two of you won't scare us off. There are four more in that tree. How do you know? I can hear them breathing. One's sick or on Fistech. How? He's wheezing. What? You elven cocks gone soft? We just want to talk to Yorveth. Wait at the clearing. The dwarf knows where. We'll let Yorveth know. Make sure you do. Come on, Geralt. I know what those elven pricks have planned. Been there once. Okay. What are you talking about? That clearing is a monster's lair. Uh-huh. Huge horse sun with a shell on its back. An Arrakis in these parts? Arrakis. I thought that was impossible. I don't know the ship's name, but it's terrifying. They sent us into a trap. Tough. Let's go. Na. De akkor menjünk. Zoltán. Ja, hogy arra kell menni.
Tehát próbára akarnak minket tenni, vagy hát csapdába csalni. Hopp. Figyeljétek már, milyen ügyes. Nagyon jó. Mehekünk, tök mag. A valójában ilyet mondanék egy törpének, hogy tök mag, szerintem nem élnék sokáig. Ha csak nem ugye valami nagyon jó barátomról lenne szó. Megpróbálom még ezt a küldetést megcsinálni. Mármint, hogy ezt az arakászos. Exactly. Any ideas? I last fought an Ericus some time ago. I never had the swiping pleasure. Not that I mind. Wait here. What are you? Think me a limp prick? Merre kell menni? Aha. Zoltán megint vezet. It's a dog's life, girl. Ne, ugorjunk le. Ez is kard elő. No. This. It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. Na, ott is van. Igen. Aja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 j
kérdése, hogy hogy bántsuk ezt a szörnyet. Például így, leállunk egy árgyelet, utána lerakunk tűzvész vagy karmoló csapdát. Nem, bocsánat. Ajaj, ez nagyon... az a baj, hogy ez nagyon hülye helyre raktam le. Itt van még a csapda lerakva. Ja, igen, én is sérültem. Ezt nagyon rosszul csináltam. Akkor ide. Gyere onnan, Zoltán, és hagyd rám, légy szíves, az egészet. Lerakunk még egy csapdát. Úgy. Tehát az a lényeg, hogy csalom ide a csapdákba ezt a butakos szörnyet. Látjátok, és nagyon jókat sebez rajta. Hoppá! Arról nem volt szó, hogy tüsszentesz egyet. Gyere tovább. És most karddal nekiesünk, meglátjuk, hogy mi lesz. Gyere, 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 gyere. Ez az, adunk neki. A, már hallom a hangján, hogy nem jó. Ez az. Ó, nem lesz ez nehéz. Gyerünk, Zoltán, adj neki. Csak a fejét meg ne sántuljon. Ez az. És még egy csapás. Az nem, mert nem jó, már védekezett. Na most. Á, nem volt ez nehéz, a rakász. Sejtettem, már nagyon tökösek vagyunk. Na. Itt van Jorvet. A lovely show, Gwynblade. But tell me, was it worth it? An uneven fight and certain death await you anyway. I could ask you the same thing. What do you want, Vatgern? Speak quickly before I kill you both. Aye, aye. Hú, engedd el Zoltánt, felesleges. Gyilkos vagy. Köszi. Oké, tehát ez. Letho betrayed you. He wanted to make a deal with your comrade, Kieran. Kieran Ep Esnilin is dead. 2 weeks ago, his warriors were ambushed and killed. You should invent better lies, Gwynblade. He's on the barge, wounded, but alive. He turned Letho down, and his unit paid the ultimate price. If you speak the truth, Letho will die. But words alone are not enough. Oké. Okay. Mi ez között Letóval? Miért küzdesz valójában? Mi köt össze? Mi köt össze a király gyilkosával? Azt tudjuk, hogy mi köti össze, mert szerintem láttuk, nem? Tehát megbízta, kész, ennyi. Tehát ő is kihasználta, meg őt is kihasználták. Mi ez között Letóval? Miért küzdesz valójában?
What's your angle, Yorbith? You wouldn't understand. Hiding in woods, killing berry pickers, eating roots. We live by our own rules, doing what's necessary to attain our goal. Mm-hmm. Your tail. What is your goal? What's it to you, Geralt? Eseth Vatgern. You tell me to stuff it up my arse. Not everything deserves that fate. My life now depends on your whim, so I'm curious. Then listen well. The two dead kings were whoresons who damned their own children to stay in power. But in the east, there's someone truly deserving of a crown. Keleten. Az a baj, hogy az... Hogyha most megnézem, hogy hol van Flotsam, és azt mondják, hogy nekünk a folyótól, tehát hogy a folyón fölfele kellene menni, hogy meglátjuk azt a hajót, az meg pont nyugatra van, nem? Tehát hogyha megnézzük, na majd még egyszer megnézem. Mihez kezdesz Letóval? You still trust this assassin? You may be lying. If I'm lying, so did Kieran. We'll investigate it for his sake. We shall see how Letho reacts to your sensational news. Where is he? The ruins of Kelmawed. For some reason he likes the place. My unit will cover us. Ready? Nem. Semmiféleképpen nem állunk készen. Mi köt össze a királygyilkosával? Miért kellett Foltesnek meghalnia? Why did you want Foltes dead? He might have appeared charming, but in reality he allowed the elder races in Temeria to be oppressed. Igen. He was like old Dwan, but his death has more significance. Emlékeztek, remélem az első, tehát a Witcher 1-re, ott azért sok utalás történt, például ez is, hogy ugye a Flotsam, Foltes királlyal milyen megállapodásuk volt egy másik Skoyatel vezetővel, és hogy a végén akkor mi lett belőle. Illetve, ami még eszembe jutott, hogy emlékeztek arra a részre, amikor szerelmet vallottam Trisznek? Vagyis hát... szerelmet vallottam Trisznek. És hogy ott mi kértük tőle azt, hogy hagyjunk mindent ott, minden mocskot, stb. És hogy ott Trisz volt az, aki egy kicsit ilyen szkeptikusan fogadta ezt a dolgot. Most viszont, itt amikor beszéltünk vele, akkor meg pont ő kérte. Legalábbis az emlékeim szerint, amiben ugye nem lehet megbízni. No, van még valami? Valamit még elintéznék. Mi köt össze a királygyilkosával? Másfélek is élnek Flotsamban. Ezt nézzük. You attack and murder the people of Flotsam, forgetting that elves and dwarves live among them. That's no life. They've been stripped of self-respect, forced to live and die by human laws. They're more Dwan than you, Geralt. Rosszul látod? Mi köt össze a királyi... Ezt még nem kérdezzük tőle? Na jó, mindegy. Kérdezzük. So the hired assassin turned out to be a traitor. It's his word against yours. For now, why do you trust him? Because he's a Dwan who agreed to do shady work for you? He did what had to be done. He proved nobody's untouchable. Jó. Tehát, itt most mindenféleképpen, ha még szeretném, és emlékeim szerint, ha még szeretném azt, hogy még folytatni az itteni küldetéseket, akkor inkább ezt választjuk, hogy valamit még elintéznék. Let's meet there. I have something to take care of first. Vafel, Gwynblade. Just don't try any tricks. Esküszöm. Witcher becsület szavamra. If you're together, we're leaving together. You are. No, Zoltan. Your presence might raise suspicions. As you wish. Okay. Just don't get slaughtered. És itt most már csak egyetlen egy feladatunk van, és az gyorsan... Na, gyerünk már. Csapda. Nem kell csapda. A gyógynövényeket viszont fölvesszük. Itt volt még? Ja nem, ott is csapda. Amit akarok megtalálni nektek, az az arakásznak a teste. Ott van gyógynövény. Ott van valami. Azt nem tudom, hogy micsoda. A gyógynövény. Ott is van valami. Kármoreni kard. Jó. Meg itt van gyógynövény. Tökvirág. És verbéna, jó. Tehát meg kell találnom most a arakász testét.
De közben mindent felszedek. Ez mi is? Ez is? Ott van még valami. Hoppa, ez mi volt? Sisakvirág, ez megint csapda lesz, nem? Csapda. Ott van még valami. Csapda. Nem kellenek csapdáink. Ott lesz gyógynövény, már látom. Balissa. És csapda lesz. Csapda. Csapda. Hol van az alakásznak a teste? Banyek. Hát ezt most rohadtul nem találom, pedig addig innen el nem megyek, ameddig föl nem veszem az összetevőit. Illetve még más dolgot is meg kell keresnünk. Mert arra emlékszem. A csapda. Csapda. Basszus, hol van? Csapda. Jaj, ne már. Mennyi csapda van? Erre voltunk, erre is voltunk. Hó, tudjátok, hogy mit keressetek itt? Egy barlangot. Aha, itt van. Jó, a barlangot megtaláltuk, de gyorsan bemegyek nektek. Ez az a barlang, ahol emlékeztek, az amikor ideértünk Flotsamba, akkor volt egy átvezető filmecske, és Jorvetet mutatták, illetve a királygyilkost, és az ő megállapodásukat. Tartószabja Oren, ezt fölvesszük. Na és ez az a barlang szerintem. Most szépen ezt megmutatom nektek. De az arakás szemét, ez mi volt? Sisak, vagy tökvirág. Az arakás testét még mindig nem találtam meg. Most nincs semmi. Jó. Ennyi volt ez a barlang, de hát fontosnak tartottam ezt bemutatni. És remélem most hamar megtalálom az arakás testét. És tökvirág. És akkor le is zárom ezt a videót, mert már éppen, hogy túlhaladtuk a általam szigorúan kiszabott feltétel idő határokat. És lehet, hogy már összetem volna időközben, csak nem figyeltem, mert ez a mufilc itt teljesen bekavara. Na, jaj, de... Idegesítő, hogy nem lehet ezt állandóan nyomogatni. Csapda! Csapda! Várjátok egy kicsit, felszerelés. Tartós szabja. Pedig nem láttam, hogy felszedtem volna. Ugye időrendben van rakva. Kármoranikal, drótkötél, rozsdás, vadak. Ezeket felolvastam nektek, ezt a vadak névnevezetű könyvet. A francse tudja már, mit olvastam föl nektek. Összetevőket nézzük meg. Fejlesztések, csapdák, mutagének, összetevők, halálesszencia, hurányszaranya. Pedig még szerintem tudja, hogy nem szedtem föl akkor. Nem találtam meg még az arakás testét. Most nehogy bántsatok azért, hogy itt bénázok. Azt se tudom, hogy hol öltem meg. Jó, nem szabad ilyen mufircot inni, vagy mi a francot. Tisztán látszik. Valahol hiányzik az arakász teste. Csapda. Ezek itt mind csapdák.
Az ott nem. Jó, még nyomok egy ilyet. És ott itt nem lesz semmi. Jó. Hopp, ott van, várjátok. Nem az is csapda. Jó, oké. Ezzel most nem fogok idegesíteni senkit. Szépen csinálok egy mentést. Ezzel volt kellett volna kezdenem. És majd én a következő videó elején akkor ezzel fogom kezdeni. Mert ezzel most nem húzom már a videónak a hosszát, amely így is túl sokat elpecseltem. Bepécseltem. Mindegy. Na, tehát azokkal voltam, jók legyetek. És akkor következő videóban találkozunk. Szerbusztok! Szerbusztok!